Nem olcsó mulatság mindent megvenni az iskola kezdéshez. A szülők többsége apránként részletekben vásárolja meg a tanszereket. Szatszám, hogy onnan primér 2000 potrosl, ez a pár szveszak, ez a jedno dete. Znaczy, treba će tu još dokupiti, kad počne škola ćemo vidjeti šta još treba. Egyelőre valóban a füzetek a legkelendőbbek. Van belőlük mindenféle színben és mintával, sokféle áron. A legolcsóbb az 89 dinár, de elmehet az egész 250 dinárig is, ugye vastag fedelű, spirálos, csillogó, ugye ezek a Disney-s füzetek nagyon mennek. Az alsósoknak általában az unikornisos, a jégvarázsos vagy Disney-s motívumú iskolatáskák a kedvenceik, a felsősök viszont az egyszínű, letisztult modelleket keresik, mondta az eladó. Akárcsak az iskolatáskák, úgy a tolltartók esetében is, minden évben vannak aktuális, divatos motívumok. Az üres tolltartók most körülbelül 550 dinártól kezdődnek, míg a teli tolltartók nagyjából 950 dinárért vásárolhatók meg ebben a palicsi tanszerüzletben. Az olcsóbb grafitceruzák ára átlagosan 30-40 dinár, a márkásabbak 70 dinárba kerülnek. A radírokért 15-től 30 dinárt kell fizetni, egy 5-ös rajzblokk ára 80, a kisebbeké 50-60 dinár. Összességében több ezer dináros kiadásra kell számítaniuk a szülőknek gyermekenként. A magyar első osztályba induló kisdiákokat ugyanakkor idén is támogatja a magyar állam. A Magyar Nemzeti Tanács beiskoláztatási tanszercsomagját idén is kiosztják. Beiskolázási csomagok ebben az évben is egy kis podgyász alakot fognak majd ölteni, amelyek mintegy 5000 dinár értéket tesznek ki, és minden olyan eszközt tartalmaznak, ami a kis elsősöknek szükséges ahhoz, hogy megkezdjék a tanulmányaikat. Kezdve a nagyon szépen gazdagon felszerelt tolltartótól, a képzőművészeti órára szükséges minden eszközt, a vonalzókészletet, a tornazsákot, a Gőgős Gónár Gedeont, a betűkirakót és a Magyar Szó Lapkiadó Kft.-nek köszönhetően ebben az évben is megtalálható majd a csomagban a mézes kalács. A Rákóczi Szövetség jóvoltából továbbá egy iskolatáskát is kapnak majd a vajdasági magyar elsős általános iskolások. Az idén rendhagyó módon minden óvintézkedést betartva kerülnek majd kiosztásra ezek az ajándékok. Kis csoportokban, több időpontban, már a jövő héttől kezdve, tette hozzá Jera Szanikó.